Köszöntök mindenkit, most befejezzük az Aladdini játék bemutatóját, az utolsó négy pályával és egy hangulatos kis értékeléssel. Az előző pályán természetesen Aladdin hiába igyekezett, rászakadt az egész barlang, és csapdába esett, úgyhogy kíváncsian megdörzsöli a lámpát, vajon mi fog történni? Ez lesz a hetedik pálya, a lámpa belsejében. Nos, hát itt a Genie által teremtett fantáziavilágban kell kolbászolni. Össze-vissza van egy ilyen Genie-s lúvballonok, Genie fejrúgók, és itt van ez a szellem csóva. Nyilaknak itt nem kell hinni, mert hiszen mi nem a pálya elejére akarunk visszamenni, hanem végig akarunk kezen érni. Tehát itt a Genie által megálmodott fantázia világon kell túljutnunk. Az volt a számításom, hogy ez egy aránylag egyszerű pálya lesz. Ehhez képest az életeimnek a 80%-át itt veszítettem el. Jól van, tehát itt ebbe a szellemganéba itt lehet ugrálni. Kicsit úgy működik, mint a pálmafa, tehát bele lehet csimpaszkodni, csak hát csúszunk szép lassan lefelé rajta. Ó, bizonyám, és nincsen talaj a pályán, úgyhogy... Ez nagyon necces lesz. Majd meglátjátok, nagyon necces lesz. Genie is milyen jó pofa már. Egyből bedobja Aladdint a mély vízbe. Szóval igen, ha leestek, akkor azonnal kezdhetitek a legközelebbi Genie-s köcsöktől a pályát. A Genie-t most jó nagy szemét volt, jó nehéz pályát összehozott itt Aladdinnak. Jól van, tehát mindenféle Genie kezeken kell ugrálni, meg ezen a szellemcsóván. Így kell előre jutni. Szerencsére azonban felvehető dolog jó sok a napán. Ellenség egy darab nincs. Összesen erre kell vigyáznod, hogy ne ess le. De ez nehezebb, mint gondolnátok. Jól van. Itt vannak ezek a párnácskák. Át lehet mászni ezen a szellemganén. Menjünk tovább szépen. Úgy vannak itt ilyen Genie fejrúgók. A kincsek jó része ebbe a szellemganéban van elrejtve. Úgyhogy ezeket kell átnézni. Vannak ilyen lehulló Genie-k ezek. Ezen még viszonylag hamar túljutottam. Azt lehet mondani, hogy ezt is a rajzfilm alapján hozták össze, és egész szépen. Jól megoldották, nem azt mondom, de iszonyú nehéz lett ez a pálya. Pont ez, aminek nem kéne nehéznek lennie, legalábbis érzésem szerint. Na nézzük. Meg voltam akadva, mert lövésem nem volt innen, hogy kell tovább jutni. Oké, ott van a nyíl, hogy arra. Aztán rájöttem, hogy itt a Genie-s lufikon kell tovább ugrálni, amerről jönnek. Nagyon könnyű félreugrani, és ha leestek, akkor tudjátok mi lesz, úgyhogy nagyon vigyázni kell. Jó, meg vagyok. Na végre egy Genie-s köcsög. De vártam már. Na, itt vannak a Genie-s pöcögtetők, ezek az ugráló rámpák. Ó, úgy láttam ezen a pán is a zugárus. Hogy kerül Genie lámpásába, azt nem tudom. Na, nem szabad sietni. Átkutatom ezt a szellemganét. Felvettem még egy pár almát. Oké. Na, itt is van jó pár alma. Óvatosan kéne, hogy nem. Ó, de kedves! Hát persze, oda miért is raknának padlót? Jó. Újabb próba. Na, ott van a Genie-s zugárus. Na, hogy kerültél te a lámpába? Már itt vagyok, hogy feltankoltam alaposan életből. Ó, persze, megint leestem. És most már drága kövem se nagyon van, úgyhogy leesésekkel most már csinyen. Na, de kíváncsi vagyok, hogy ott mi a fene volt ott ezeken a kezeken túl. Igen, ezek a kezek hol megnőnek, hol összemennek. Na, egy élet. Vagy egy drága kő. Hát nem igazán térült meg, hogy ide eljöttem. És most megint lufizhatunk. Remek, ezt inkább megvágtam itt. Nézzük meg a következő részt. Na, ez lesz a nagyon nehéz. 50-szer nem mentem át ezen a részen, akkor egyszer. Ott is van ilyen kívánságos Genie fej. Egy ilyen összezsugoroló kéznél. Vigyázni kell, nagyon. Komolyan mondom nektek. Ez a pálya jóval nehezebb, mint amilyennek el akarja adni magát. No. Pöc, pöc, lufikon fel erre a
vigyorgó Ginny napocskára, és akkor itt végül a kezeken. Még ez se nehéz, még ez se. Jó, itt most megint van pár ilyen változó mancs. Na, ugorjunk fel. Arra. Arra, tovább. Na, és most jegyezzétek meg, nagyon jó lesz a részt. Itt van ez a kéz, és ez. És azt hittem, arra a kézre ráugrok, akkor az tovább pöccök, tehát a következő részre. És itt rendszeresen meghaltam. Egyszerűen nem tudtam akkorát ugrani, nem pöckölt el olyan messzire az a kéz. És komolyan elhittem, hogy ez a legkönnyebb pálya. Azt hiszem, még nem fogtad fel egészen, hogy mibe csöppeddél. Hát jól mondod, Ginny. Fogalmam sem volt, hogy mibe csöppentem itt bele. Nagyon jól mondod. Aztán rájöttem, hogy itt túl komplikáltan gondolkodtam. Nem a Ginny kéz felé kell ugrani, hanem hátrafelé. Ó, és ez még egy nagyon kafa. Azon a pirinyó kis kezen kell egyensúlyozni, mert az nem fog megnőni. Ott van egy élet, de én most már nem vállalok be semmit ezen a pályán. Be kell menni Ginny pofájába, kész. Oké. Okay. Húsz Ginny fej. Hát láthatjátok, hányszor haltam meg. Hát volt értelme felszedegetni őket. Jól van. Hát Ginny segítségével ugye megszökünk a csodák barlangjából, ami beomlott, és akkor most menjünk vissza Agrabába. Hogy meghódítsuk Jászmin hercegnőt. Nos. Nyolcadik pálya, a Szultán kastélya. Ez se olyan könnyű, amilyenek látszik. Mondjuk szerintem a Ginny-s pályához viszonyítva lényegesen könnyű. Megint vannak ellenfelek, palotaőrök mindenfelé. Na, itt flamingókon kell átugra, ez mondjuk szellemes megoldás, tetszett. Na. Na, köpködő halak itt is vannak. Jó szivatós pár, legalábbis az eleje. Na, itt is van jágó. Utálom ezeket a halakat. Rengeteg ellenfél van itt az elején, nagyon könnyű meghalni. Jaj, aztán ennek az ugrálós résznek a végén van egy újabb szőnyeges rész, ahol természetesen a szőnyeg megint a saját feje után megy. Ott van egy Jennifer, hát én le nem ugrok oda, az biztos. Igen, bizony. Beleestek a vízbe, akkor azonnal meghaltok. Na hát itt mindenféle ilyen hatalmas kötéren kell fölmászni. Sem zsinórokon, még több palotta, ő mindenütt. Ott is van egy jágó. Na, végre egy köcsög. Na, és itt ismét szarakodhatunk a szőnyeggel, mert ez bizony oda repül az ellenségekhez. Tessék, már megint meghaltam. Na. Jó van, aztán végül is eljutunk ide a Szultán tróntermébe, itt minden tele van palotaőrökkel. Mondjuk van pár ilyen hiper lámpás bomba, de nem sok használt vettem. Na, itt van a Szultán trónja. Szultán persze sehol. És próbálok itt tovább jutni. És persze megint szőnyegezés, de most már előre megpróbáltam lekaszabolni pár ellenséget. Nagyon gyorsan kell reagálni. A szőnyeg az nagyon gyorsan mozog. És hiába csapkodok, így is eltalálnak. Hát nem tudok ezzel ellen hogy védekezni. Jó van. Hát ha leugrunk, akkor megint vissza kell oda menni, és akkor a szőnyeg újból megjelenik. Na. És már megint eltalál. És ezt szándékkal programozták így? Marha jó kapat. Jól van. Ezután a rész után föl kell kapaszkodni egy oszlopra, és azon végig kell mászni egészen idáig. Még több ellenség van. És most milyenek a kastélyos pályának a lényeg? Hát itt Abut foglyul ejtették, és őt kell kiszabadítani. Na. Persze először leüljük az összes palotaőrt. Hogy Abu hogy került ide a csodák barlangjából, ne kérdezzétek meg. Biztos ez is a rossz indulatú Ginny-nek a műve. Na, vegyünk életet. Jó sokat, jó maximumot. Veszünk még kívánságot is. Na, rendben. És akkor most lefelé kell menni. Az a lyuk a pálya vége. Hát nem volt egyszerű, de megcsináltam. Na, szerencsejáték. Ó, malacom volt. Hát most... Nos, a következő pálya a Jafar titkos műhelye.
barátom, a rajzfilmben is láthatunk belőle egy részt, de itt speciál saját pályája van, nem rossz, és nagyon-nagyon egyszerű pálya, piszok egyszerű. Nos, az a lényeg, ezt a gépet kell elrombolni, amit itt Jágó működtet. Igaz, hogy Jágót már lekaszaboltam, hogy 50-szer, de se baj. Jaffa-t egy egész ilyen Jágó klónsereget csinál magának, és megint itt vannak a pizsamacsíkos giliszták, ebből a gépből jönnek elő, úgyhogy valahogy meg kell ölni Jágót. Próbálom almával haigálni, de nem egyszerű, látjátok, mert percenként jönnek ezek a... másodpercenként jönnek ezek a pizsamacsíkos giliszták. Bukós is azba. Nem sokkal egyszerűbb alulról felugrani és oda csapni neki. Sebesülés nélkül elsőre végig lehet csinálni így a pályát. Hát itt egy hatalmas ugrik a játék. Igen, hát Jágó ellopta a lámpát. Ezért jó munka volt Jágó. Most már semmi sem állíthat meg, én leszek Agrabah királya. Tehát itt a játék szépen átugorja a hát egy jó fél órás részt a rajzfilmből. Most egyből itt vagyunk a Jafar által megváltoztatott palotában, most ilyen sátáni palota lett. És bizony ezen a pályán lesz Jafar, és végre megkapja magáét. Hát kétségtelenül ez a játék legnehezebb pályája. A Genie-s után megint itt vannak ezek a szuper szobrok, vannak ilyen láncsóvák a padlón. Ezeket nem könnyű kikerülni, és minden tele van palota őrökkel. Ahelyett, hogy Jafart próbálnák elkapni, itt engem bazildálnak. Hát tehát ezekkel a szobrokkal még mindig ugyanaz a helyzet. Ha nem dobálnak, nem tudjuk megsebesíteni őket. És bizony most már jóval több az akadály is. Szöges ágyak. Vannak mindenféle egyéb csapdák is, mint a várbörtönbe. Így látni fogunk jókor a bazilni vasgolyókat is. És ennél még jóval több csapda is van, ahogy látjátok. Fogadjunk itt megint lesz lámcsóvá. Valahol. Szurkáljuk, jól van. Ezt is leszünk. Nagyon kevés az életem már, nem is csoda. Szóval rengeteg ellenfél van. És nagyon sok akadály is, nagyon kell vigyázni. Na, ott egy vasgolyó, most már sárga színű. És itt az sem mindegy, hogy milyen padlóra ugratok rá, mert némelyik alá van csapdázva. Lángnyelvek törnek fel a padlóból, és... még egy próbát, látjátok a pontszámom most már maximalizálódott. Na és akkor kezdjük a pálya elejéről. Próbálok kicsit óvatosabban mozogni, de nagyon nem egyszerű. Rengeteg ellenfél van. És igen, ahhoz, hogy az őröket eltaláljam, le kell ugranom a padlóra, ahol jönnek ezek a lángcsóvák. Hát itt legalább 7x80 meghaltam. Hát gondolom ez a rész már nem érdekel, senkit nem érdekel. És tovább. Jó, mert hát itt vagyok, és bizony itt alá van csapdázva a padlóján, lángok törnek elő belőle. Jafar démonizálta az egész palotát. Hol vagy te? Csak kapjálok a kezem közé. Na, ó, még egy palota lő. Ott volt Jágó, na megint lekaszaboltam. Most már mindenféle ellenfelek. Na. Ez már még egy ilyen padló, ahol jópofán lángok törnek fel belőle. Ott van, csak megtaláltam. Szerencsére itt van szőnyeg. Na és itt történik az első baj a pályával. Ha túl mohók vagyunk, és előbb szedjük fel a gyémántot, akkor a szőnyeg elmegy a francba, és nem is jön vissza, úgyhogy meg kell ölnöm magamat, hogy folytassam a pályát. Na, essünk túl rajta. Na, jó van, még egyszer, akkor hagyom a gyémántot a fenébe. Akkor kaszabolok össze-vissza, mert a szőnyeg olyan hülye, mint a segg. Direkt oda röpít az ellenfelekhez. Ah, tudtam, itt is csapdák vannak. Na, jó van. Ott is tűzcsapda. Nem tudok olyan helyre lépni, hogy ne ölne meg valami. Na de zugáros itt is van, hogy tankoljuk fel szerintem. Én nem vesztettem most olyan sok életet. De menjünk akkor most tovább, megint van ilyen hiperbomba, hát is most semmit nem ért.
almából meg nagyon kevés van, és az almákat ezen a pályán tartalékolni. Miért? Úgyhogy almát ne használjátok lehetőleg. Hát akkor kardozzunk. Oké, még egy Jenny köcsön. Na, ott van egy jágó. Ezt a klónt is elmondjuk. Még egy nyeszek kaszab. Na, ott van megint szőnyeg. Ha jól sejtem, akkor ez itt már a pálya vége lesz. Soroktassuk itt a kardot, mert bizonyán még itt is van jó pár jágó. Már egy rálistenek felvettünk egy életet és energiát, és akkor most következik a fő ellenség, hát ki más, mint Jafar. Oda vonz magához a kígyóbotjával és próbál sebesíteni, és igen, itt már az oszlopfők is lángolnak. Jó taktikai, lehajoltok és akkor döfködítek, és amikor meg próbál vonzani magához, akkor meg futtok. Na, aztán bizonyos számú találat után átváltozik természetesen kobrává, nem tudom, a rajzfilmben szerintem sokkal nagyobb volt, de így is eléggé erős. Belemar a padlóba, és onnan is ilyen lángcsóvák törnek elő. Hát ezt viszont nem nagyon lehet mással megoldani, mint az almával. Oszlopfőkre nem lehet ráugrani, mert megsülök. Természetesen meg is öltek. Viszont a főjelenséggel való harcban annyi könnyítés van, hogy ha Jafart egyszer már annyira megsebesítetted, hogy kígyóvá változottál, soha nem fog visszaváltozni ember. Folytathatod ott, ahol abba hagytad, gyakorlatilag. Hát nem egyszerű, látjátok. Nézd, már csak 6 almával. Kell bele pár találat, hát nem egyszerű, főleg nem almával. Egy ilyen hatalmas varázslót. Sajnos most ennyire futotta. Próbálkozunk még egyszer. Hát, tehát rá lehet ugrani Jafar fejére is, mert egy kígyó fejére. Ez mondjuk nem rossz dolog, még hasznos is lehet. És akkor hajigáljuk, amíg kitart az alma, aztán hogyha elfogy, akkor nincs más hátra. Oda kell menni karddal, és jöhet a jó öreg nyeszebb kaszab. Na. El kell kapni a ritmust meg. Valahogy be kell célozni, hogy pont eltalálják, nem egyszerű. Na. Ha elfogy az alma, akkor mondjuk ott a túloldalon még megjelenik 4 darab, de hát a fene se fog feláldozni egy életerőt. Inkább oda megyek. Na jól van, és megint van 4 alma, hát csak akkor próbálkozzunk tovább. Csak összejön. És igen, legyőztem Jafart. Éljen! Hát, a játék befejezése eléggé minimalisztikus lett. Itt van a gyönyörű, romantikus jelenet, hát ez nem hiányozhat. Jó munka volt, fiatal herceg. Köszönjük, hogy játszottál. Igazán nincs mit. Tehát ezután már csak a stáblista következik. Hát mit mondjak, így a végére valami nagyobb befejezést vártam volna. Nem haragudtam volna meg. Megmutatja, mi történik Jafarral, meg mi történik aztán velünk, meg mi lesz Agrabával. De végső soron azért elfogadható volt ez a befejezés is. Azt hiszem, minden további nélkül rátérhetünk itt az értékelésre. Nézzük, az Aladdin vajon hogy fog szerepelni a játék bemutatónkban. Azt lehet elmondani, hogy a Virginnek általában jó játékai voltak. Kialakított magáról egy egész jó színvonalat és képes volt tartani a 90-es években. Ez azért meglepő, mert a 90-es években, amint megjelent a Doom, az összes fejlesztő mind elkezdett kapkodva átállni a térbeli, meg háromdimenziós megvalósításokra. Fú, milyen varázslatos új külső, mennyi lehetőség, azt a kutya mindenségét. Nem, a Virgin az megmaradt az oldalnézetes, ugrálós játékoknál, és nagyon jól tette. Valószínűleg jó pár kellemetlen pofára eséstől megkímélte magát is, meg a játékosokat is. Az Aladdint külön figyelemmel kísértem, mert hát ez egy igen híres Disney rajzfilmből készült, amit mellesleg én is szeretek, de ezzel szerintem ti is így vagytok. Nem kellett csalódnom az Aladdinban. Akárcsak a rajzfilm, itt is a játék is nagyon pörgős, eseménydús, kellemes, fantáziadús. Nagyon kevés rosszat tudnék elmondani róla. Én különösen élveztem ezzel játszani, mert nem is túl nehéz. A pályák is ötletesen ki lettek gondolva.
jó pofa volt ez a pályák végi nyereményjáték, még ha kicsit nehéz is. És ezek az úgymond extra pályák, amiket így utólag kigondoltak, a sivatagos, meg az a Gini lámpás pálya. Jó, hát azzal mondjuk nem voltam megelégedve. Hogyha negatívumot akarnék mondani, akkor az lenne az első, a Gini lámpás pálya. De ott Ginorban vagy ötször meghaltam. Igen, annál a résznél. Mi az, ami még nem tetszik? Nagyon össze kellett itt szednem magam, hogy olyasmit találjak, ami ebbe a játékba nem tetszik. Játékélmény ügyileg. Meglepő, de a pontoknak itt igazából nincs is semmi jelentősége, látjátok. Legkésőbb a hetedik pályán ki lehet ütni a pontszámlálót, betelik az összes számjegy, és onnantól fogva nem emelkedik. De ha emelkedne is, annak se lenne semmi értelme, mert ugyanúgy, mint az életekkel, meg az almákkal, meg a drágakövekkel, pontokkal is simán lehet csalni. Egyszer meghalok a pálya végén, és kezdem előről. Veszek az ugárustal életet, és kész, meg se tudok halni. Szóval... nem igazán értem, hogy itt a pontoknak mi volt a funkciója. Van ugyan pontszám kijelző, de nincsen pontszámlista, és nem kapni a pontokért semmit, se életet, se almát, semmit. Azt sem tetszett, hogy a szőnyegnek az irányítását sehogy se oldották meg, tehát így a szőnyeg az teljesen önálló, külön életet él, képtelen valamiféle csapatmunkát összehozni itt Aladdinnal, a rajzfilmben pontosan nem így volt. De ha a számításba veszük azt, hogy a filmekből, a rajzfilmekből nagyobb részben át iszonyatosan szarjátékok készülnek, akkor az Aladdin igen jónak mondható, és éppen ezért igen jó értékelést is fog kapni. Így. Hát a grafikába se csalódtam. Pontosan ilyen megfelelő. Rajzfilmes játékhoz ez a kiváló. Én ezt mondom. Nem szeretem ezt a hozzáállást játékoknál, hogy mindent azért modernizálni, meg HD-be azonnal. Fölösleges. Hát nézzétek meg, mi történik egy rajzfilmmel, amikor úgymond modernizálni akarják, meg háromdimenziósítani a grafikát. Hát hasonlítsátok össze a régi Vuk rajzfilmet a nemrégen kijött kis Vukkal. Hát ez egy katasztrófa. Szóval fölöslegesen rajzfilm grafikát nem kell modernizálni. Teljesen úgy néz ki minden, mint a rajzfilmben. Aladdin is, Abu is. Szőnyeget egy kicsit túlméreteszték, de egyébként még az is jó. A palotaőrök is, Jafar is. Hiányoltam volna valamiféle rajzfilmbetétet, és külön nem tetszett a játék befejezése. Elég ezen slendrián módon tudták le egy ilyen 5 másodperces klippel. Ráadásul az a klip, amit a játék végén kapunk, az nem is a rajzfilm végén van. Legalábbis nem konkrétan ott, hanem valahol a közepetáján, de... most igazából csak kötekszem, a grafika kiváló. Na, a hang és zene. A zenék azok isteniek. Hát nem tudom, aki látta a rajzfilmet, az elég hamar rájöhet, hogy itt a rajzfilm zenéi lettek úgymond lebutítva a számítógépes szintre. Hát sajnos a 90-es években a digitális zene az még nem volt annyira jellemző a játékok körében. A hangokkal viszont azért nem vagyok megelégedve, mert minden ellenséghez egyetlen nyögés hangot rendeltek, és még a kukacok is nyögnek meg. Mi volt még, amin ilyen jót röhögtem? A halacska, a hal is nyög, holott közismerten a halak nem beszélnek. Szóval ezt elrontották. Szerencsére a hangokon esett csorbát a zene remekül kiköszörülte, úgyhogy ez is jó. Irányításra sem tudok semmi rosszat mondani. Egész jó gördülékeny a mozgása Aladdinnak. Ki lehet kerülni a különféle támadásokat. Tök jó, hogy lehet dobálni almákat, tehát ez is egy jó megoldás. A guruló sziklatömbökhöz képest mondjuk Aladdin elég lassan fut, de hát ezzel sincs semmi baj, mert hát ez általában így szokott lenni, nem csak rajzfilmekben, de filmekben is. Szerintem, hát, van ebből valami rossz az irányításban? Semmi. Szerintem nem sok dolog van. Maximum az, hogy a sima karcsapás az közel se olyan hasznos, mint a szurkálás, de szerintem az irányítás is jó, sőt kiváló. Nos, mivel mindannyian szeretjük az Aladdint, nem csak én, hanem szerintem ti is szeretétek, mert még most is szeretitek, sokkal színvonalasabb és viccesebb rajzfilm, mint a mai kínálat.
nagyon meg voltam elégedve ezzel a játékkal. 91-ben szint úgy, mint most. Szerintem ez egy igen jó játék, érdemes vele játszani. Akkor is, ha szeretjük a rajzfilmeket, akkor is, hogyha az oldalnézetes ugrálós játékokat szeretjük, ha meg mind a kettőt, akkor meg különösen. Véleményem szerint igen szép munkát végzett a Virgin Interactive az Aladdinnal, megilleti a játékot a dicséret, alkalmazkodik egész jóra a rajzfilmhez, és nagyon jó platformer játék.